Szabad István képviselő úr, a szó, Rétvári Bence miniszterhelyettes úr fog önnek válaszolni. Parancsol. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. A kórházak finanszírozására Takács Péter államtitkár úr tavalyi nyilatkozata alapján 15 éve vár már ráncfelvarrásra. Jól mondta, azok az orvosi szakmák a jól finanszírozottak, ahol erősebb szakmai lobbicsoportok működnek. 2019 év végén a kormány elrendelte a finanszírozási rendszer átalakítását azzal a céllal, hogy a valós költségekre épüljön, ami megakadályozza az adósságok újratermelődését. Ezt azért láthatjuk, hogy nem sikerült eddig elérni. A járványra való tekintettel az egészségügyi intézmények idén februárig teljesítményfinanszírozás helyett átlagfinanszírozásban részesültek, vagyis több pénzt kapnak, mint amennyit a teljesítményük indokolt. Ennek ellenére a kórházak eladósodása nőtt. 2020-ban 44 milliárd, 2021-ben 41,5 milliárd, és tavaly 60 milliárd forintnál is nagyobb adósságot halmoztak fel. Idén pedig május végéig 75 milliárd forint kifizetetlen számla gyűlt össze az egészségügyben. Ezért a kormány a rezsivédelmi alapból több mint 60 milliárd forintot adott adósságrendezésre. Tisztelt államtitkár úr, a kórházak a pénz nagy részét bérekre költötték, de gondolom ezt ön is tudja, és mert a béremelések fedezetét nem kapták meg. Ez is egy kérdés, hogy miért? Ráadásul az évközi konszolidáció ellenére szeptember végén több mint 100 milliárd forint már a kórházak tartozása a beszállítók felé. Kérdezem én, államtitkár úr, hogy tervezik-e az önkormányzati választások után a szakrendelők államosítását? Miért akarnak átvenni feladatokat, ha nem tudnak mit kezdeni velük? Miért kockáztatják a műtétek elmaradását az eszközök és a műszerek hiánya miatt? Miért a pénzügyminisztérium dönt az egészségpolitikáról, és ami nagyon beszédes, miért tüntették el a Magyar Államkincstár honlapjáról a kórházak adósságállományára vonatkozó adatokat? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Ha megnézzünk, hogy honnan indultunk és hol tartunk most, akkor azt hiszem, hogy elég nagy növekedés látható. Amikor elkezdtük a kormányzásunkat, 1198 milliárd forint állt rendelkezésre a magyar emberek gyógyítására, a magyar emberek betegségének megelőzésére. Ez most már 3225 milliárd forint a jövőre elfogadott költségvetésben, tehát 1198 milliárd forintra 2027 milliárd forintot tettünk rá, és így lett 3205. Majdnem kétszer annyit tettünk hozzá, mint amennyi volt akkor, amikor elkezdtük a kormányzásunkat. Teszem hozzá, az a baloldali kormányzat volt az egyetlen, aki az utóbbi évtizedekben csökkentette az egészségügyi kiadásokat Magyarországon. A szakrendelők átvételével kapcsolatban sokszor elmondtuk, hogy csak akkor fog az állam szakrendelőt átvenni, hogyha az önkormányzat át akarja adni, és az állam át akarja venni. Most vannak önkormányzatiak, vannak államiak, ahol kórház mellett van ott állami a szakrendelő, van az önkormányzat tartja fönn, ahol a két fél egyetért, mind a kettő akarja a változást, ott ez megtörténhet, ahol nincs akarategység, mert az önkormányzat nem akarja átadni, vagy az állam nem akarja átvenni, abban az esetben minden marad a régiben. Szeretném megnyugtatni képviselő urat, hogy megtalálhatja a kórházak gazdálkodásával kapcsolatos adatokat továbbra is, nyilvánosan az interneten. Kétségtelen, hogy 2023. júliusa óta egy új felületen, a közpénzügyi portálon található meg, de ott viszont meg tudja találni, tehát jelen pillanatban is elérhető. Nyilvánvalóan a kórházak számára sem volt könnyű a rezsiemelkedésnek az időszaka, és azért azt tegyük hozzá, hogy a magyar állam, a magyar kormány annak ellenére, hogy mindjárt tudjuk az energiárak milyen csillagászati magasságba emelkedtek a háborús szankciók miatt, ennek ellenére minden kórház működése zavartalan volt, mindenhol minden ellátást továbbra is biztosítottak, úgy, hogy még a járvány idő alatt elmaradt ellátásokat is pótolniuk kellett, hogy a várólistákat tudják csökkenteni. Így pontosan a világpiac energiára emelkedés miatti rezsikompenzációra 39 milliárd forintot biztosítottunk, és még további sok-sok 10 milliárd forint többletet, hogy a kórházak működni tudjanak ezekben a nehezebb időkben is. Köszönöm szépen!